A férfiak az udvaron, az asszonyok bent szorgoskodtak a hagyományokhoz híven. Tradicionális disznótort tartottak ugyanis a kalocsai hagyományőrzők, így megtett szorgos kezekkel az érsekkert bejárata. A már korán népi viseletben munkába állóknak kávé, forralt bor, pogácsa és még lefogó pálinka is jutott a hideg reggeli órákban. Ez az ötlet született, hogy próbáljuk meg az idei évben a hagyományainkat életre kelteni, és hát a disznóvágás a téli népszokások tárgy körébe tartozik, és hát gondoltuk, hogy akkor kezdjük a disznótorral, ami most éppen aktuális, hiszen az időjárás kedvez a, vagy nem kedvez a disznótornak. A szakadó hóesés sem gátolta a munkát, így a hagyományok mentén haladva egymást követték az előkészítési, illetve a vágási fázisok. Szigorúan úgy, ahogy ezt egykor a falvakban tették. Már a fölszedés is a régi földről, deszkáról fölszedve, mint ahogy az annak idején is történt. Aztán megpróbáltuk a szalmával pörkölést is. Hát az az igazság, hogy a technika már rásegít a mai ember munkájához segít, úgyhogy akkor azt hiszem, hogy használták a gázpörkölőt is, és egy kicsit rádolgoztak, és nem csak a szalmával próbálták megpörkölni. De előkerültek a fateknők, bográcsok, vajlingok és más régies eszközök is, az asztalra pedig reggelire hagymásvér, sült máj és pecsenye jutott. Az asszonyok kezei közt készült a hájas tészta és más innyentség, a vacsorára pedig igazi disznótoros töltött káposzta és orja leves főt, hiszen hajnalig tartott az esemény. Májpörköltnek mondtuk, ami ilyen vegyes disznópörkölt, csak máj is van, sertésmáj is benne. Kimondottan disznótorkor szokták ezt főzni, illetve a pecsenye, a jó fokhagymás pecsenye, ami ebédre lesz, hát vacsorára pedig az orjaleves, töltött káposzta, hurkakolbász, és már hozzáfogtak mellettünk az asszonyok, gyúrják ki a hájat, és készülni fog a hájas sütemény. A disznó szakmáról érkezett Romsics András neveléséből közel 200 kilót nyomott. A hagyományőrzők legközelebb kocsonyát főznek és fánkot sütnek majd farsang alkalmából, majd a böjti népszokásokat elevenítik fel.